19-es udvar lebontását szerettük volna már tavaly megcsinálni, de a megyei főépítész véleményével tulajdonképpen közbeszólt ebbe a folyamatba, és ezért olyan kérdéseket tett fel, amelyek arra vonatkoznak, hogy a területen vannak-e védendő építészeti értékek, ezeket le kell bontani. Erre tulajdonképpen hoztunk ma egy határozatot, hogy minél előbb készüljön el ezek épületek felmérése, január 20-a környékére készüljenek el, nyújtsuk be ezeket a megyei főépítész felé, és akkor megnyugtatóan reméljük, hogy záródhat az ügy. Mi azt gondoljuk, hogy ezek az épületek már nem ezeket az épületeket nem érdemes megtartani, ezeket építészetileg sem, a helyi szakértők szakvéleménye azt mondja, hogy nem érdemes megtartani, és bontás, a bontást, amire a forrás egyébként rendelkezésre áll tavaly óta, végre tudjuk hajtani és meg tudjuk csinálni minél hamarabb. Ahogy említettem, nagyon úgy tűnik, hogy vissza kell még erre a kérdésre térni, de alig nem a városlakókat leginkább az érdekelheti, hogy a tárgyalások mikor vezethetnek gyakorlati kivitelezésbe, tehát nem egyszerű, tudom, a megbecsülés, de mikor lett az időpont, amikor valóban legalább eltűnnek az épületek, ha csak bármi más fejlesztés nem is történik a területen. Igen, itt ugye bontási engedélyt kellett rá kérnünk, és ez az engedélyezés folyamat jelenleg szüneteltetve van. Nehéz megmondani, hogy erre a mi általunk benyújtott anyagra milyen válasz fog érkezni, konstruktívak lesznek-e ezek a hatóságok, szakhatóságok, akikkel együtt kell működni, vagy pedig nem, és akkor tovább húzódhat. A reményeink szerint ez februárban meg kellene, hogy történjen, vagy legalábbis meg tudjuk kezdeni, mert azért nem egy-két nap a bontási idő, de ehhez az kell, hogy kiadják a bontási engedélyt, az jogerőre emelkedjen, ami 15 nap, és akkor ez megnyugtatóan rendeződhet még a tavasz elejére. Az ugyanakkor egy érdekes ellentmondás lehet, hogy most úgy tűnik a frakciók között megvan a konstruktivitás, viszont a szakszervek felé meg úgy tűnik a jelenlegi helyzetben, hogy nincs. Illetve ő irányukból a frakciók felé. Igen. Hát reméljük mi is, hogy azok a plusz dokumentumok, amiket benyújtunk most a január folyamán, azok a szakhatóságokat is meg fogják nyugtatni, és nyugodt szívvel kiadják a bontási engedélyt. Nagyon hosszan, több közgyűlésen vitáztak arról a képviselők, illetve a polgármester úr is, hogy az 588 milliós kompenzációról melyik lista valósuljon meg. Most úgy tűnik, hogy végül is marad az eredeti, de hát nem ilyen egyszerű az a kérdés, hogyha jól figyeltem a közgyűlésre. A kérdés nagyon nem egyszerű. Szeretük volna ezt a listát módosítani, meggyőződésünk, hogy egy sokkal jobb fejlesztési projektlistát állítottunk össze tavalyi év folyamán, és megalapozottabbat, ez nagyon fontos, hiszen sok költséget újra kellett tervezni. Sajnos elment 3 hónap, a belügyminisztérium nem szólt semmit erre a listára, és most a napokban, tegnap vagy tegnap előtt érkezett meg a belügyminisztérium jóváhagyó határozata, de annyi idő elment. Közben az építőipari árak annyira megnövekedtek, hogy még az eredeti lista sem valósítható meg nagy valószínűséggel. Éppen ezért, hogy gyorsítsuk ezt a folyamatot, visszavontuk a módosítási kérelmünket, és a következő hetekben pedig megpróbálunk ütemezetten előre haladni abban, hogy ezek a projektek előkészítésre kerüljenek, sok még tervel sem rendelkezik, és amikor az előkészítés megtörtént, akkor rögtön kivitelezési fázisba is tudjanak kerülni. A lényeg az, hogy ne terjeszkedjünk túl, ne kerüljön a városnak további pénzébe ezen projektek végrehajtása. Tehát az 588 millió és a véglegesen jóváhagyott projektlistánk az összhangban legyen egymással tulajdonképpen. A projektlista kapcsán ugye a támogatási szerződés arról szól, hogy idén év végéig ezeket meg kell valósítani. Tehát tulajdonképpen az a határeset, ami ameddig nekünk be kell fejeznünk ezeket a beruházásokat, ezért az idő nagyon szorít, és ezért minél előbb kell a döntés ezekről a projektekről. Az idő szorít az építőipari árak miatt, az idő szorít a már említett végdátum miatt, ugyanakkor azért ezt talán némileg említhetjük egy gesztus értékű lépésként is, avagy nem, mi a vélemény erről? Ez egy teljesen logikus lépés. Az tényleg, hogy elvesztettünk 3 hónapot a belügyminisztérium miatt, ezt most nekünk is át kellett értékelni.
nem számoltunk azzal, álmunkban sem gondoltuk azt, hogy a belügyminisztériumnak 3 hónapig tart azt a listát jóváhagyni, amit egyébként leegyezetett tavaly tavasszal a polgármesterre. Abszurdum, teljesen nonsens, valószínű itt is akadályozták, próbálják a munkánkat, de nem szegi kedvünket. Ha új kormány lesz, az új kormány meg fogja engedni, ha esetleg kicsúszunk ebből a határidőből, hogy hosszabbítsuk az év végét, de nem ez a szándék, az a szándék alapvetően, hogy idén befejezzük ezeket a projekteket.